Ezekben a pillanatokban köszöntött be az új esztendő Új-Zélandon, ott már 2021 van, de már nekünk sincs sok hátra az évből. Ma is folytatódik a kórházi dolgozók beoltása a vírus ellen, egyre több a vakcina, ami reményt ad, hogy jövőre legyőzzük a járványt. 120 migráns akarta nálunk tölteni a szilvesztert, nem bulizni jöttek, a rendőröket megtámadva próbálták áttörni a határt. Ismét olajat öntöttek az esőcsatornába Sziget-Szent Miklósnál, eddig 150 liter szennyező anyagot sikerült kiszivattyúzni. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Rab Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. Néhány perccel ezelőtt beköszöntött az új év Új-Zélandon. A fővárosban, Aucklandben jelenleg is zajlik a hagyományos tűzijáték. A Szigetország hegyike azon kevés helyeknek a világon, ahogy láthatjuk az élő képeken is, ahol bizony megtartják a szokásos ünnepségeket. Új-Zéland ugyanis szigorú korlátozásokkal állította meg a koronavírus járványt, és október óta, a beutazást kivéve, az élet szinte teljesen visszatért a régi kerékvágásba. Új-Zéland előtt egyébként már az óceániai Samoa, Kiribati és az Ausztráliához tartozó Karácsony-sziget is átlépett 2021-be. A megszokottól eltérően ünneplik a szilvesztert a Kárpát-medencében élők is, nem tartják meg az ilyenkor hagyományos bálokat és a nagy vacsorákat sem a vendéglátóhelyeken. A családok szűk körben otthon ünnepelnek. Ettől függetlenül a legtöbb helyen a malac és a lencse nem maradhat el. A székelyudvarhelyi családok többsége karácsonyhoz hasonlóan a szilvesztert is szűk családi baráti körben tölti. Elég változatos lesz a menüsor, lesz az immár hagyományos lencseleves, ugyanakkor rendhagyó módon most békacombot fogunk készíteni, mindenki elég eltelt a disznóhússal meg a káposztával, úgyhogy most ezt fogjuk elkészíteni, és hát meghittebb lesz ez a szilveszter, sok minden kimarad belőle, barátokkal leszünk, ez a legfontosabb. És szerintem, ami megmarad, az éjféli himnusz eléneklése, ez lesz, ami igazából a hagyományos az idén. A járványhelyzet miatt idén Székelyföldön is elmaradnak az ünnepi tömegrendezvények, s a rendszerváltozás óta először szilveszteri tűzijáték sem lesz. Ezúttal nem az esti mulatságra, hanem elvitelre készülnek az ünnepi fogások Szabadkán. A szerbiai éttermek csak este 6 óráig lehetnek nyitva, emellett ételkiszállítást vállalhatnak. Ez egy rendkívüli év, rendkívüli befejezése. Különbözik a hagyományos szilveszterezésektől vagy újévvárástól. A szilveszterkor mindig népes báltermek 2020 utolsó napján zárva tartanak. A szerbiai válságstáb járványügyi intézkedései értelmében nem lehetnek szervezett szilveszteri programok idén, és a pótszilveszter is elmarad. A járvány miatt ebben az évben egész Európában elmaradnak a szokásos szilveszteri ünnepségek. Angliában több millió ember karanténban búcsúzik az óévtől. Olaszországban hosszabb éjszakai kijárási tilalommal próbálják megakadályozni a szilveszteri partikat. Spanyolországban legfeljebb 10, Németországban ennél is kevesebben, legfeljebb 5 találkozhatnak egymással. Csak elvétve látni embereket a londoni utcákon, a fővárosban és Anglia délkeleti részén december közepe óta a legmagasabb szintű járványügyi készültség van érvényben. A koronavírus gyors terjedése miatt azonban a brit kormány szerdán újabb angliai városok, egyebek mellett Birmingham és Manchester vonzás körzetében is szigorú korlátozásokat rendelt el. Az érintett térségek lakói csak indokolt esetben hagyhatják el lakhelyüket, bezártak a nem alapvető cikkeket árusító boltok és a szolgáltatások is. Mintegy 40 millió ember zárt ajtók mögött vehet búcsút az óévtől. Szilveszter előestéjén több ezernyi drón világította be az eget Skócia felett. A látványos bemutatót az ősi skót újévi ünnep alkalmából rendezték. A korábban nagy tömegeket vonzó fesztivál azonban a koronavírus miatt ebben az évben virtuálisan zajlik. A nagyszabású drón fényjáték a közösségi oldalakon újra nézhető. A koronavírus az olaszok szilveszteri ünnepségeit is beárnyékolja. A szigorú járványügyi korlátozások miatt ebben az évben elmaradnak a hagyományos nagy családi vacsorák és baráti összejövetelek.
Róma belvárosa most majdnem teljesen üres, pedig itt szokott lenni az évbúcsúztató utcai ünneplés. December 31-ére ismét teljesen lezárták Olaszországot, pontosan, ahogy karácsonykor is történt, napi 24 órás kijárási tilalom lépett életbe, leállt a vendéglátás és a kereskedelem is. A korlátozások január 4-éig lesznek érvényben, utána egy nap szünetet tartanak, majd január 5-ére és 6-ára, vagyis vízkereszt napjaiban ismét zárlat következik. A belügyminiszter nagyon szigorú ellenőrzést ígért szilveszter utolsó óráiban, nem csak az országutakon és az utakon, hanem interneten is ellenőrzik majd, hogy hány lakást vagy ingatlan foglaltak el esetleg. Természetesen az utcabálok, az utcai ünneplés teljesen tilos az egész országban, és nagyon sok város tilos a tűzijáték is, itt Rómában is. Az olaszok annyi engedményt kaptak, hogy este 10 óráig lehetséges a rokonok vagy ismerősök meglátogatása, ha az egyháztartásban élőkhöz csak további két felnőtt csatlakozik. Felmérések szerint azonban az olaszok mintegy 94%-a otthon tölti az év utolsó óráit. Ebben az évben Madridban sem lesz nyilvános a hagyományos újévi szőlőfogyasztás. A 100 éves tradíció szerint az éjféli harangszó közben 12 szem szőlőt kell megenni, ez ugyanis szerencsét hoz a következő év minden egyes hónapjában. A rendezvényen idén csak korlátozott számban vehetnek részt a madridiak, a spanyol főváros ikonikus főterét lezárják, hogy elkerüljék a nagyobb tömeget. Tavaly látványos tűzijátékkal ünnepelték az új évet a berliniek, ám a koronavírus miatt idén elmarad a tömegeket vonzó rendezvény. Otthon a kertben szabad fellőni kisebb rakétákat, de közterületen akár 1000 eurós bírság jár a pirotechnikai eszközöket használóknak. Minden évben színházba mentünk a barátainkkal, de idén otthon töltjük a szilvesztert, mondta egy berlini lakos. Szilveszterkor a 14 éven aluli gyerekek kivételével két különböző háztartásból legfeljebb 5 ember találkozhat egymással. Romániában lassul a járvány terjedése, de a régiókat tekintve nagyok az eltérések. A fővárosban még mindig nem a legjobb a helyzet. Ehhez képest Székelyföld viszont zöld zónának számít. Leginkább itt sikerült megfékezni a járvány terjedését. Romániába eddig összesen 140 ezer adag vakcina érkezett, és vasárnap óta folyamatosan oltják az egészségügyi dolgozókat. Székelyföldről Száva Enikő tudósított. Összesen 5666 oltóanyag ért célba eddig. Egyelőre az oltások száma nem éri el a napi új megbetegedésekét. Valószínű, hogy az ünnepek után majd hatékonyabb lesz a lakosság immunizációja. December 27-én kezdődött így, ahogy te is mondtad, az oltási kampány vasárnap, csak szimbolikus jelleggel. Az első három napban 2778 egészségügyi dolgozó, tegnap pedig közel 3000 személy kapta meg a védőoltást. Ukrajnában tilos tömegrendezvényeket tartani szilveszterkor, viszont a vendéglátóhelyek reggel 6 óráig tarthatnak nyitva, úgy, hogy egy asztalnál legfeljebb 4-en ülnek, és az asztalok között 2 méteres távolságot tartanak. Közben kismértékben növekedett az országban az új koronavírusos esetek száma. A lakosság oltását februárban vagy márciusban kezdhetik el. A kijevi kormány több nyugati és kínai gyártóval is tárgyal a vakcinák beszerzéséről. A hatóságok reményei szerint a következő évben be tudják oltani a 40 milliós ország felét. K. Debreceni Mihály jön a részletekkel. Az egészségügyi tárcavezető szerint, ha februárban érkezne az oltóanyag, akkor 120-200 ezer jönne egyszerre, és azonnal elkezdenék beoltani a koronavírusos betegeket kezelő egészségügyi szakembereket, valamint a kelet-ukrajnai frontvonalon szolgálatot teljesítő katonákat. Németországban csak nem 1000 koronavírusos beteg hunyt el tegnap, vagyis egyelőre nem javul a helyzet ott sem. Hiába kapta meg eddig csak nem 80 ezer ember a vakcinát, az oltás csak lassan zajlik. Ráadásul a jövő év első 3 hónapjában várhatóan nem érkezik meg a remélt 12 millió adag oltóanyag. Így nem lesz elég szérum ahhoz, hogy az első negyedév végére minden rizikócsoporthoz tartozót beoltsanak. Noll Katalin jelentkezett Berlinből. Hogyha megnézzük a tartományokat, akkor nagyon nagy az eltérés a vakcina felhasználásának tekintetében. Nagyon jó példa például Bajorország tartomány, ők 214.500 adagot kaptak, és ennek a 6%-át használták fel eddig, tehát a szám 13.000-nél is kevesebb, és a másik nagy tartomány, Észak-Rajna-Veszfália 282.750 vakcinából több mint 11.000-et használt fel eddig, de a leghátul kullog Türingia tartomány, ők a kapott vakcina 2%-át használták fel eddig, kevesebb, mint 1000-et.
Itthon szilveszterkor is folytatódott a koronavírus elleni védőoltások beadása. Először a frontvonalban dolgozókat, tehát a COVID és az intenzív osztályok munkatársait oltják be, illetve a házi orvosok és a mentősök is kapnak a vakcinából. Szegeden ma az egyik beoltott mentős az M1-nek azt mondta, úgy érzi, mostantól nagyobb eséllyel lesz védett a fertőzés ellen. Katonák és egészségügyi dolgozók vitték az oltópontra a vakcinát csütörtök reggel Balassagyarmaton. A dr. Kenessei Albert kórházban első körben 4 kapták meg a vakcinát. Az oltás beadása előtt kikérdezték és megvizsgálták őket, illetve gyors tesztet is végeztek. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy elkezdhettük a védőoltásokat. Elsősorban azok a munkatársak kapják meg, akik a koronavírus betegekkel foglalkoznak a koronavírus osztályon. És hát ez a munkatársak számára is, környezetük számára is a legnagyobb biztonságot jelenti. Nagyon kíméletes volt, köszönöm szépen. Szegeden is elkezdődtek az oltások, 5000 adag vakcina érkezett, ezeket a sürgősségi és az alapellátásban, illetve a járványügyi osztályon dolgozók kapják. Rajtuk kívül még az országos mentőszolgálat munkatársait is beoltják. Lelkileg volt egy felemelő érzés, hogy talán ezzel az oltással érdemben tehetünk a járvány megfékezéséért, illetve felszámolásáért. Továbbá saját magam biztonságát éreztem, hogy innentől kezdve talán nagyobb eséllyel vagyok védett a fertőzés ellen. Mindenki fellélegzett, hogy itt a vakcina, de a vakcinát nem elég, hogy itt van, azt be is kell adatni. A tömeges immunitás kialakulásához arra van szükség, hogy a lakosság 60-70%-a beoltassa magát. Erről Rusvai Miklós beszélt az M1-en. A virológus úgy fogalmazott, a koronavírus elleni védelmet két úton, a betegség átvészelésével és a védőoltással lehet megszerezni. Hozzátette, ő az oltás beadatását javasolja. A 60% úgy értendő, hogy ezek egy része vakcinát kap, másik része pedig átvészeli, átesik a fertőzésen, és így lesz immunis. Tehát én úgy gondolom, hogy azért nyárig vagy átvészeléssel, vagy vakcinázással azért meglehetősen magas százalékban a lakosság immunissá válik. Alig egy hete érkezett Magyarországra az első vakcina szállítmány, amelyet szerdán egy újabb, a korábbinál nagyobb adag követett. A 70 ezer adag oltóanyag hajnalban érkezett a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, majd egy vecsési logisztikai központban osztották szét és indították útnak az országszerte kijelölt 21 oltópontra. A csomagok minden kórházba megérkeztek, és több helyen az oltás is elkezdődött, például a Honvéd kórházban is, ahol 2500 dolgozót oltanak be a következő napokban. A Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban pedig összesen 1950 adag vakcinát adnak majd be. Az első 30-at már szerdán megkapták azok a dolgozók, akik a fertőzöttekkel naponta kapcsolatba kerülnek. Csaknem 3000 újabb koronavírus teszt lett pozitív az elmúlt 24 órában itthon, és 108-al nőtt a halálos áldozatok száma. Az év utolsó napján mintegy 163 ezer betegről tudunk. A vírusfertőzés miatt 5856-an vannak kórházban. Az egész év a járvány kezeléséről szólt, ugyanakkor az elmúlt napok biztatóak, hiszen a betegek száma csökken, a gyógyultaké pedig nő. Ezt mondta az országos tisztifőorvos az operatív törzs idei utolsó tájékoztatóján. Müller Cecília hangsúlyozta, jövőre sem lehet hátradőlni, a világjárvány még tart, de arra kért mindenkit, hogy bízzon az oltásban. Rendkívül reményteli az, hogy úgy indul ez az új év majd, hogy rendelkezésre állnak hatékony védőoltások. Ez egy nagyon fontos fegyver a kezünkben, a járványnak a kezelésében egy újabb, rendkívül hatékony lépés. És ezzel emberi életeket fogunk tudni menteni. Ez egy rendkívül pozitív új védekezési szakasz. 1,5 millió antigén teszt érkezett Pekingből Magyarországra. A szállítmánnyal tegnap este Ferihegyen landolt a Külgazdasági és Külügyminisztérium új teherszállító repülőgépe. Az Airbus 330-asnak ez volt az első útja. A zöld pont jelzi a repülőgépünket, amit ma este fogadunk. Pekingből hozza a szállítmány. Szerda este landolt Ferihegyen a Külgazdasági és Külügyminisztérium új teherszállító repülőgépe. Az Airbus 330 típusú gép Pekingből érkezett. Az, hogy van egy külön szállító repülőgépünk, az azért nagyon fontos, mert most
lehetővé válik az, hogyha bármi fölmerül, nagyon gyorsan tudunk reagálni. A repülőgéppel több mint 1,5 millió antigéntesztet hoztak Magyarországra. Az erről készült videó Szijjártó Péter a Facebook oldalán osztotta meg, amelyen látható, hogy a landolás után azonnal elkezdték lepakolni az óriási szállítmányt. 2-3 órán pakoltunk, ez fél óra. A repülőgép személyzete arról számolt be, hogy még a tavasszal érkező szállítmányt nehezen, hosszú órák alatt tudták csak kipakolni, most erről a kifejezetten teherszállításra alkalmas gépről könnyedén rövid idő alatt sikerült. A külgazdasági és külügyminiszter először kedden írt bejegyzést az új gépről, amit a kormány felhatalmazása alapján a minisztérium vásárolt. Azzal indokolta a beruházás szükségességét, hogy a járvány első hullámának egyik tanulsága az volt, hogy azok az országok, amelyek saját légiszállítási kapacitással rendelkeznek, sokkal gyorsabban tudják beszerezni a védekezéshez szükséges eszközöket. A gyorsan elvégezhető antigéntesztekre egyre nagyobb az igény az országban, a pedagógusokat, óvónőket és köznevelési intézményekben dolgozókat is ezzel a módszerrel vizsgálják. Ősszel elkezdett tesztelésük január 2-án és 3-án 99 mintavevőponton folytatódik. Jelentősen bővülő család- és otthonteremtési támogatás, lakásfelújítási program és hitelmoratórium meghosszabbítása. Csupán csak néhány az intézkedések közül, amellyel a kormány a családokat és a munkahelyek megvédését támogatja jövőre is. Dömötör Csaba videóüzenetében elmondta, a 2021-es év jelentős részét a koronavírus járvány elleni küzdelem tölti majd ki. Kezdődik az új év, és ilyenkor érdemes összefoglalni, hogy milyen változások lépnek életbe az év elején. A 2021-es év jelentős részét a koronavírus járvány elleni küzdelem teszi majd ki. Az emberéleteket és a munkahelyeket meg kell védeni, jelentette ki videóüzenetében a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba az év elején életbe lépő legfontosabb változások kapcsán kiemelte, hogy jövőre jelentősen bővülnek a család- és otthonteremtési támogatások. Ilyen kedvezmények többek között, hogy 27% helyett ismét 5% lesz a lakásépítés áfája, de a csokkos családok még ezt az 5%-ot is visszaigényelhetik, vagyis gyakorlatilag áfamentesen juthatnak új otthonhoz. Jelentős kedvezménynek számít az is, hogy a családi otthon teremtési kedvezménnyel vásárolt lakások és házak után nem kell illetéket fizetni. És tetőtérbeépítéséhez is igényelhető a csokk akár teljes összege. Aki pedig felújítaná az otthonát, január 1-től igénybe veheti az otthonfelújítási támogatást, februártól pedig a kölcsönt. Ennek a lényege, hogy az állam átvállalja a lakásfelújítási kiadások felét legfeljebb 3 millió forintig. A kormány döntött még a hitelmoratórium meghosszabbításáról is, ezzel július 1-ig élhetnek a családok és a vállalkozások. Tovább csökkennek az adók. A kis és közepes vállalkozások iparűzési adója január 1-től megfeleződik. Folytatódik a bajba jutott ágazatok bértámogatási programja. Az államtitkár kiemelte, elkezdődik a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíj visszaépítése, és elindul 2021-ben az elmúlt évtizedek legnagyobb orvosi béremelési programja. De ha majd túl leszünk a járványon, akkor szeretnénk tovább menni a korábban megkezdett úton. Mit is jelent ez? Több támogatást a családoknak, a magyar vállalkozásoknak, a munkából élőknek, és mindezek keretéül megerősített biztonságot. Dömötör Csaba aláhúzta. A kormány ezekért a célokért dolgozik majd jövőre is. Az államtitkár reményei szerint 2021 járványtól kevésbé sújtott, de találkozásokban gazdagabb év lesz. A kormány azért minősítette stratégiai ágazattá a sportot, mert felismerte pótolhatatlan szerepét. Ezt mondta a miniszterelnök a Nemzeti Sportnak adott évvégi nagy interjújában. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a magyarok életében különösen fontos a sport. A kormány részéről nagy hiba lenne, ha ezt nem venné figyelembe a nemzetnevelésben és az oktatáspolitikában. A kormányfő kitért arra is, hogy folyamatosak a támadási kísérletek minden ellen, ami az ember természetes életfelfogásához és önazonosságához tartozik. Erőszakkal próbáltak meg migránsok átjutni hajnalban a magyar határon. A csoport mintegy 120 emberből állt, Kübekházánál a magyar-szerb-román hármas határ közelében gyűltek össze. Kövekkel dobálták meg és szidalmazták a határt védő egyenruhásokat. A jogellenes határátlépési kísérletet a rendőrök és a katonák megakadályozták.
Taxisok érkeztek a migránsokért a támadás utáni reggel a magyar-román-szerb hármas határhoz Rábéra. Miután ezt a csoportot elvitték, szokatlanul csendes volt a környék. A bevándorlók ugyanis igyekeztek minél előbb elbújni vagy visszamenni az elhagyott házakba, ahol korábban is rejtőzködtek. Rábé és Majdány települések ezzel ellentétben általában így néznek ki. Lépten nyomon migránsokba lehet botlani. Ezeket a felvételeket néhány napja készítette ott az M1 stábja. Akkor tucatnyi migráns várakozott a kisbolt előtt, láthatóan jól érezték magukat. Merkel! Mama Merkel! Good! A helyiek szerint ez mindennapos látvány, a bevándorlók ugyanis hetek óta gyülekeznek ezen a környéken, minden nap próbálkoznak illegális határátlépéssel. Az elmúlt éjszaka legalább 120-an indultak el, először a román hatóságok fogták el a csoportot, a szerb rendőröknek adták volna át őket, csak hogy ezt nem akarták megvárni. Ekkor Kübekházánál rátámadtak a magyar oldalon szolgáló rendőrökre és katonákra, kövekkel dobálták és szidalmazták őket. Már hajnal 3 óra környékén a magyar hatóságok is érzékelték hőkamerán keresztül, hogy van egy nagyobb csoport, akik mozgolódnak itt a határ közelében, itt a kübekházi határátkelő közelében, és ők is a helyszínre érkeztek. És ugyebár hangsúlyozom, az akkor már hatósági felügyelet alatt álló migránsok sajnos erőszakos módon léptek fel az őket felügyelő rendőrökkel, illetve a határvédőkkel szemben, és kövekkel dobálták meg őket. Az erőszakos migránsokat ennek ellenére is sikerült megállítani a hatóságoknak. Illegálisan itt senki sem tudott átlépni Magyarországra. Az M1 információi szerint a bevándorló csoport visszament a faluba, ahol nagy részük elhagyott házakban rejtőzött el. Sikerült beszélnünk a szerbiai belügyminisztérium illetékeseivel, az itteni határrendőrség tagjaival, akik elmondták, hogy folyamatosan járőröznek, és megpróbálják felkutatni az illegális bevándorlókat, akiket taxik is vittek, illetve hoztak, valamint az itteni elhagyatott házakban próbálnak megbújni. Természetes, hogy szervezett csoportok. Jelezni szeretném, hogy ez volt a negyedik támadás idén a Magyar Köztársaság határaival szembe. A migránsok szervezetten támadtak rá a határt védő rendőrökre, ráadásul már nem először idén. Erről beszélt az M1-en Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Hozzátette, a migráció nem állt le, Európa eközben továbbra sem képes a probléma megoldására. Vannak olyan országok, ahol a fővárosba utazási irodák hirdetik, hogy mennyiért visszük el az illetőket a magyar határig, mennyiért visszük el Ausztriába, mennyiért viszik vagy visszük el őket Németországba. Ezek szervezett utak. Ez egy rendkívül érdekes dolog, a migráció nem állt le, és ettől kezdve jön Európa felelőssége. Magyarország képes volt megvédeni a déli határait, de jelezni szeretném, hogy a hármas határnál problémák voltak, vannak és lesznek. A bevándorlók szinte a teljes határszakaszon nyomás alatt tartják Magyarországot. Emellett folyamatosak az erőszakos támadások. Idén januárban Röszkénél próbált betörni az országba 60 migráns. Egy fegyveres biztonsági őr 3 lövést adott le, így sikerült őket megállítani. Augusztusban még többen, 100-an akartak bejutni Magyarországra. Szeptemberben pedig ismét támadás érte a magyar határrendészeket. 40 agresszív bevándorló rohamozta meg a magyar államhatárt, kövekkel dobált meg a rendőröket, a határszakaszt figyelő kamerát és a szolgálati autót is megrongálták. Közös közleményben tiltakozott több svédországi hírportál, amiért a YouTube törölte az egyik leglátogatottabb jobboldali médium videócsatornáját. A Swap TV nevű internetes tévécsatorna rendszeresen foglalkozott a bevándorlással kapcsolatos problémákkal, ám a Google tulajdonában lévő videó megosztó oldal néhány napja az összes feltöltött anyagot eltávolította. Az ellenzéki médiumok szerint a technológiai cégek a szabad véleménynyilvánítást sértő módon cenzúrát alkalmaznak a baloldali kormány számára kényelmetlen témákban. Ráadásul azt követően, hogy a svéd kabinet állami támogatásban is részesítette az óriás vállalatokat. Hírek helyett csupán egy közlemény fogadta az olvasókat Svédország 5 legnagyobb alternatív ellenzéki hírportáljának címoldalán. Az online lapok főszerkesztői együtt tiltakoztak amiatt, hogy a Google tulajdonában lévő YouTube a napokban törölte az egyik legnagyobb, 65 000 követővel rendelkező jobboldali internetes televízió csatornáját.
A médiumok szerint a bevándorlás ellenes véleményeket megjelenítő Szweb TV cenzúrázása sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, ám ennél is fenyegetőbbnek tartják, hogy a Google lépését több kormányzati intézkedés, például az informatikai óriás cégek energiaadójának csökkentése is megelőzte. A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a baloldali kormány igazságügyi minisztere a 2018-as kampányban találkozott a technológiai vállalatok képviselőivel. Morgan Johansson akkor felszólította őket, hogy saját hatáskörben lépjenek fel, vagyis folytassanak önkéntes cenzúrát azon médiumok ellen, amelyek a kormány megítélése szerint a demokráciát fenyegetik. A svéd állami média támogatásra is jogosult, vagyis teljesen törvényesen működő Szweb TV elnémítása mögötti politikai szálakra hívta fel a figyelmet az egyik jobboldali hírportál is. A Fria Tider, magyarul Szabadidők nevű lap szerint a Google svédországi vezetője szoros kapcsolatokat ápol a balliberális politikai vezetéssel. Anna Wikland közösségi oldalán gyakran szerepel kormánypárti politikusok társaságában. A szakmai önéletrajza szerint pedig 2019 óta a fővárosi önkormányzat liberális pénzügyi tanácsnokának munkáját is segíti. Az illegális bevándorlással összefüggő problémákat feltáró csatornát éppen akkor függesztették fel, amikor már a baloldali kormány is egyre súlyosabbnak látja a tömeges migráció hatásait. Stefan Löfven miniszterelnök egy szeptemberi interjúban már úgy fogalmazott, komoly társadalmi feszültségeket eredményez, hogy a migránsok nem integrálódnak a társadalomba. A kormányfő ráadásul a baloldal korábbi állításaival ellentétesen úgy fogalmazott, a kabinet egy új bevándorlási szabályozáson dolgozik, amely szűkíteni a befogadható migránsok számát. Ebből viszont eddig semmi nem valósult meg. Lapjelentések szerint a hangzatos ígéretek ellenére Svédország még mindig a legtöbb bevándorlót befogadó országok közé tartozik. Bár a kormány azt állítja, hogy a migrációs politikát az Európai Unió által megállapított minimumhoz igazították. Az adatok azt mutatják, hogy Svédország az év első 11 hónapjában csaknem 10 000 bevándorlót fogadott be. Háromszor annyit, mint Finnország, Norvégia és Dánia együttvéve. Egyre nagyobb hullámokat ver a baloldali Political Capital intézet vezetőjének minapi nyilatkozata. Krekó Péter a Politico nevű brüsszeli liberális portálnak arról értekezett, hogy ha aláássák az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, akkor elérhető lenne, hogy Orbán Viktor viselje annak politikai következményeit. Bayer Zsolt publicista most a baloldali erőkre utalva úgy reagált, idézem, ezek a gazemberek emberéleteket áldoznának fel, hogy visszaszerezzék a hatalmukat. Ilyen 56 óta nem fordult elő, ezek a gazemberek most ismét emberéleteket áldoznának fel, hogy visszaszerezzék ocsmány és kártékony hatalmukat. Ez szerepel abban a cikkben, amit Bayer Zsolt a Magyar Nemzetben publikált válaszként egy a brüsszeli Politico hasábjain megjelent írásra szerdán. Az eredeti cikkben Krekó Péter, a baloldali Political Capital elemzőintézet vezetője arról beszélt, hogy ha az emberek nem oltatják be magukat koronavírus ellen, akkor nő a halálozási arány és a kormány védekezése megbukik. Bár a Political Capital kedden azt írta, jogi lépéseket tesz az ügyben, Krekó Péter pedig kitette a beoltatom magam feliratot a közösségi oldalon. A Politikónak karácsonykor még azt mondta, idézzük, ha aláásod az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, akkor elérhető, hogy Orbán Viktor viselje ennek politikai következményeit. A Politico című teljesen elaljasult brüsszeli szennylap a minapírt elemzést a magyarországi járványhelyzet kapcsán, és ebben szólaltatják meg többek között Krekó Pétert, az ellenzéki oldal egyik legsötétebb, legaljasabb gazemberét. A nyilatkozattal kapcsolatban Bayer Zsolt így fogalmazott a Magyar Nemzetben. Hozzátette, érdel, hogy az embereknek ne legyen bizalmuk az oltásban, érdel a legaljasabb, legocsmányabb propagandával és hazudozással, hogy minél kevesebben oltassák be magukat, akkor továbbra is sok lesz a halott, azt pedig írd a kormány és a miniszterelnök számlájára. Így talán elérheted, hogy 2022-ben a társadalom szűk többsége megbüntesse a regnáló hatalmat. Ennyi a stratégia, ennyit bírt kitalálni az Egyesült Ellenzék. A demokratikus koalíció azt követeli, hogy a kormány ne riogassa tovább az embereket az orosz vakcinával. A baloldali politikusok az elmúlt napokban el is kezdték annak hangoztatását, hogy az Oroszországból érkező vakcinában nem lehet bízni. Oltásellenességre játszhat a baloldal, az üggyel kapcsolatban ezzel a címmel közölt cikket a Magyar Nemzet. A portál felveti, hogy Krekó Péter elszólhatta magát a stratégiával kapcsolatban. A Magyar Nemzet úgy fogalmaz, ha a baloldal megfogadja az elemző tanácsát, akkor magyarokat áldoznak fel a hatalomra jutás oltárán.
Ismét olaj került a szigetszentmiklósi csapadék elvezető csatornába. A szennyező anyagot a vízügy munkatársai szivattyúval, valamint kézi erővel elkezdték eltávolítani a víz felszínéről. Eddig mintegy 150 litert gyűjtöttek össze. A szennyeződés pontos forrását ipari búvárok segítségével igyekeznek felderíteni. December elején egyszer már nagy mennyiségű motorolajat öntöttek ismeretlenek Szigetszentmiklóson az esővíz csatornába, amely a környező nádasban hatalmas természeti károkat okozott. Most pedig kapcsolunk a helyszínre, ott van tudósítónk Orsós Róbert, szervusz. Felmérték-e már a szakemberek az eddig okozott kárt? Köszöntöm a nézőket, jó napot kívánok! Itt vagyunk megint csak Szigetszentmiklóson a helyszínen, gyakorlatilag a Rába a Tebes és a Rába sor kereszteződésénél található esővíz elvezető csatornánál találtak most újabb olajfoltokat, ezért is kezdett el dolgozni most viszonylag nagy erőkkel a vízügy. Harmadfokú, vagyis a legmagasabb katasztrófa elhárítási rendelet van most itt érvényben. Sokkal kevesebben vannak, mint ahogy azt mondtad, az elmúlt egy-két hétben 20-an dolgoznak. Most a 20-25-en dolgoznak most a helyszínen, különböző szivattyúkkal, és nyilván, ahogy elhangzott, azért ez nem kevés, gyakorlatilag 150 liternyi olaj szennyeződést távolítottak el most erről a környékről. Itt korábban azért egy nádas volt, ami gyakorlatilag ugye teljesen megszennyeződött az olajjal, ezt próbálják most különböző ideiglenesen kialakított tározókkal megtisztítani. Az elsődleges és legfontosabb szempont a vízügynek, hogy mindenféleképpen megóvják az élő vizet ettől a szennyeződéstől. A vizsgálatok még folynak, az még 100%-osan nem biztos, hogy újabb emberi beavatkozás kapcsán történt a szennyezés. Az is lehet, és az is egy opció lehet, hogy az esőzés miatt gyakorlatilag ebből a csatornából, az esővíz elvezető csatornából előkerült, felszínre kerültek ezek az olajfoltok. Ennek a vizsgálata még zajlik, gyakorlatilag ami talán problémás lehet az időjárás, ugyanis az előbb megmutatott különböző tározókban, ebben a kettő tározóban ezekkel a fehér, vagyis olaj fogó lepedőkkel próbálják meg tisztítani a vizet, de abban az esetben, hogyha az elkövetkezendő pár napban most nagyobb mennyiségű csapadék érkezik, az ugye veszélyeztetheti azt, hogy itt, ebben az elszeparált területben maradjon a szennyezett víz. Az elsődleges szempont, ahogy mondtam, az, hogy megpróbálják elszeparálni az élővizet ettől a szennyezett területtől, ezen dolgoznak most itt a vízügyi munkatársak. Orsos Robertnek köszönjük szépen! Legkevesebb 11 embert keresnek még a hatóságok Norvégiában, ahol földcsuszamlás volt egy faluban, Oszlótól alig 30 kilométerre. A településen több ház összedőlt, a környékről csak nem 1000 embert menekítettek ki, a környező utakat lezárták. A katasztrófa területét továbbra sem lehet megközelíteni, az eltűnteket helikopterekkel keresik. A keresést lassítja a rossz időjárás, és az is, hogy a nappalok rövidsége miatt a mentők jó részt sötétben dolgoznak. Hangos robajjal zuhant a mélybe egy családi háza a norvégiai Ask faluban. Ez az amatőr felvétel szerdán készült, miután földcsuszamlás pusztított az Oszlótól 30 kilométerre fekvő településen. A katasztrófát követően 40 mentőautó érkezett a helyszínre, eddig 9 sérültet láttak el, közülük többet súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Az érintett területről több száz embernek kellett elhagynia az otthonát. 11 ember hollétéről azonban egyelőre semmit sem lehet tudni. A hatóságok attól tartanak, hogy többen a romok között rekedhettek. Ami a kiürítési zónát illeti, nincs tudomásunk halálos áldozatokról. A körülmények nagyon nehezek, különösen az időjárás nehezíti a keresést. De vannak helikoptereink és drónjaink, amelyek segítik a kutatást, mondta a mentési művelet parancsnoka. A pusztítás mértéke napfelkelte után vált igazán láthatóvá. A falu közepén óriási hasadék alakult ki, ahol az épületek alól szó szerint elfolyt az agyagos talaj. A mentő alakulatok a még mindig mozgó felszín miatt nehezen tudják átvizsgálni a krátert, amelybe azóta további épületek is belecsúsztak. A történteket katasztrófának nevezte a norvég miniszterelnök, aki szerda délután látogatott el a földcsuszamlás helyszínére. Drámai élmény itt lenni és látni a földcsuszamlás területéről készült képeket, és természetesen drámai az a tudat is, hogy még mindig több ember hollétéről nincs információnk. Nem biztos, hogy odalent vannak, de nem tudjuk, mondta Erna Solberg.
A mentő alakulatok most versenyfutnak az idővel, de a munkájukat nehezíti, hogy az évnek ebben a szakában 6 óránál is rövidebbek a nappalok a térségben. A vízügyi hatóságok szakemberei ráadásul arra figyelmeztettek, az egykori tengerfenékre rakódott laza talaj mozgása bármikor újra felgyorsulhat. Hagyományteremtő céllal idén első ízben választotta meg a közmédiában az anyanyelvi kultúra ápolására létrehozott testület az év szavát, amely az egymás lett. A közmédia főbemondója elmondta, az egymás szó két határozatlan névmás tövének összekapcsolódásából született, és ez az egyetlen kölcsönös névmás a magyar nyelvben. Bordi András hozzátette, éppen ez a kölcsönösség, a kölcsönös figyelem, a segítség, a támasz, ami a legfontosabb volt ebben az évben. Ha valami meg kéne, hogy maradjon a következő évre, akkor én remélem, hogy egy szabadabb, vírusmentes évnek nézünk elébe, és az életünk a vakcinának köszönhetően jelentősen meg fog változni, de én azt kérem mindenkitől, hogy erről ne feledkezzünk meg erről a szóról, hogy ez maradjon meg az életünkben. Nem az egy, hanem az egymás a fontos. Karikó Katalin biokémikus kapta az első közmédia évembere díjat. A közmédia olyan embereknek ítéli oda a hagyományteremtő céllal alapított elismerést, akik szakmai pályafutásukkal és életútjukkal maradandó értékeket hoztak létre, és nagy hatást gyakoroltak az év eseményeire. Az Egyesült Államokban élő Karikó Katalin a BioNTech cég alelnöke. A kutatóbiológus szabadalma alapján fejlesztették ki az egyik COVID-19 elleni oltást.